Jó estét kívánok, sziasztok! Ez a Frisbee Hajdú Péterrel című műsor a Frisbee TV YouTube csatornán. Ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és hogyha tetszenek a beszélgetések, akkor jutalmazzatok bennünket egy lájkkal. Múlt héten láthattátok az első interjút Galambos Lajcsival, azóta még szebb lett a stúdiónk, készültünk a mai beszélgetésre, és egy olyan vendéget hívtunk, aki nagyon ritkán beszél magáról, és nagyon ritkán ad interjút. Számos szakmai díjjal jutalmazták már, minden nap szerepel a rádióban, és nagyon gyakran a képernyőn is láthatjátok. Elfogadta megkívásunkat Sebestyén Balázs. Szeretettel köszöntöm Sebestyén Balázs. Balázs, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Igazán nincs mind. Nagyon otthonos ez a kis stúdió. De tetszik, bejön? Én egyébként nem rossz. Igen, abszolút. Hát egy kis otthonos. De ezt gondolnád, hogy ez Török Bálinton van? Tessék? Nem, egyébként ez a része tényleg olyan, mint egy tévéstúdió. Ott már nyitva van az ajtó, az már kicsit, de ez a része, ez komplet, de tévéstúdió. Fia, család nézik már... intről. Tessék? A család nézik intről. Szomszédok. Mindenki, szomszédok, csókolom, Marika néni. A rendező távolíró. Mi a, most már mented át magad internetre? Te is menekülsz, mindenki? Ez a jövő? Menekülés? Tessék, menekül... Nem, ez a jövő. Nem, hát ez a jövő. A streaming a jövő. Hát mit nézel otthon? A streamet. Most őszintén, mennyi tévét? Nagyon jó, lineális, az RTL-t reggeltől esti, de ugye egyébként? Nem, lineálisat nagyon keves. A streamet néz szerintem most már mindenki. Szerintem is. Igen. YouTube, Netflix. Igen. De nagyon megnézés, és én leszek az első? Az első volt egy nulladik, Galambos Lajcsi, mert csak egyébként tök jó fej volt, mert addig nem adott interjút. Csapatba kerültem. De te vagy az első. Nincs mágnes az órában, teljesen jó vagyok. Befizetem az áfát, csak mondom a nézőknek. Jó, ez nem baj egyébként, tehát vagy azért megyek el, mert haverság van, vagy azért, mert valaki érdekel szellemileg, mint partner, ezt semmiképpen neved magadra. Tehát... Úgyhogy neked inkább a verság miatt, de örülök, ha segítek neked. A Gulyás Marci az azért mentél, mert szellemileg azt gondolod, hogy le fog kötni? Igen, hát ez egy érdekes beszélgetés volt, akkor újította meg a Partizánt, és akkor csinált egy ilyen talk show-t belőle, és akkor így meghívott, hogy szeretné ezt így velem kezdeni. Úgy látszik, hogy valaki átkerül a netre, vagy nem tudom, akkor úgy meghív, hogy szeretné ezt velem kezdeni. Úgyhogy ez már megtisztelt. De szerinted miért van így? Én nem tudom. Hozzád most azért jöttem, mert tök jobban vagyunk, meg jó a viszony, meg nagyon kedvellek, meg itt szeretek veled beszélgetni, de nagyon kevés ilyet vállalok tényleg. Tehát, hogy a legtöbb esetben nem megyek el. Én nem tudom, hogy miért van így. Én már csodálkozom, mert miért nem unnak rám? Ha hallgatnak a rádiót, vagy a tévébe, a Csapból is én fogom, és elmegyek a műsorom, és azt is megnézik. Nem tudom, a Marci azért kifejezetten jó beszélgetés volt, úgyhogy magasan van a léz, csak mondom, hogy... Nem fogok bejátszani a tini korodban különböző részleteket. Viszont a Vitrainak van egy mondása, hogy minden ember életében eljön az a pillanat, amikor azt hiszi, hogy miatta kell fel a nap. Így van. Te most tartasz ott? Nem, én már ezen bőven túl vagyok. Túl? Bőven, persze. De mikor volt? Hát ez szerintem ez a 30-35-38, amikor három műsor az RTL-en, rádióműsor, Danobius, majd a Klassz FM, és akkor tényleg nagyon-nagyon mentünk. Tehát most már bőven nem ez van. Tehát így 45 évesen, és ez nem álszerénység, én azt gondolom, hogy van egy hullám, jól érzem magam, csinálom, de hogy azért már rég nem mi fújjuk úgy a passzát szelet, ahogy fújtuk 10 éve, ahogy fújtuk 8 éve, amit akkor jelentett a tévé, a nagy tévé, mint RTL, vagy TV2, vagy a rádió. Szóval, hogy azért ez nagyon fragmentálódott, nagyon szétesett, nagyon sok tartalom van, nagyon sok tartalomfogyasztás van, nagyon sok platform van, teljesen máshogy kezelnek már minket is. Te vagy egy platformon csinálsz valamit, de hát rengeteg celeb, rengeteg platform, rengeteg internetes fórum, rengeteg felület, rengeteg híres ember, szóval hogy azért ez így nagyon megváltozott, meg nagyon más lett. Én már bőven nem ott vagyok, hogy akkor most miattunk el fel. Ez az időszak, ez megvolt, azt is hittem, úgy is rádióztunk, mindenkinek beszóltunk, állandóan balhénk volt. Ahhoz képest itt tényleg kezdünk azért egy kicsit. Nem megöregedni, csak tudod, úgy már nem akarunk mindenáron megnyomni a gombot, és akkor hú, de nagyon beszólni valakinek, vagy kiosztani valakit. Ez úgy elmúlt. Egy ilyen csendesebb, lecsengő hullámban vagyunk. Az érdekes, hogy amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor egy csomó párhuzamot véltem felfedezni kettőnk között. Igen? Igen, elvált szülő gyerek vagyok én is, édesapámmal rossz volt a kapcsolatom az utóbbi időszakban. 97-ben kezdtem én is tévézni, mint te. Tehát, hogy sok ilyen van. De téged megviselt a szüleid válása? Nem igazán. Hát 7-8 évesen, tudod, az egy döntés ott igazából. Nem volt olyan szoros a kapcsolatunk, hogy olyan nagyon megviseljem. Úgyhogy én ezt azóta már nagyon sokszor megbeszéltem vele is, helyre is tettem. Nem volt ebben semmi nagy dráma. Tehát, hogy ha ő azért olyan nagyon beletette volna magát ott előtte,
Akkor se hiszem, mert 7 évesen azért nagyon gyerek vagy, még nem is emlékszel rá. De hogy ez bennem már egy ilyen úgymond lecsengett dolog, hogy az ember ezt így helyre teszi, tudod, hogy ez nem szabad a szülők semmilyen formáját, meg hibáját hátizsákként cipelni. Mert én nem tudtam helyre tenni. Pedig muszáj. Nem pedig pedig az ott édesapám, az meg azt, úgy meg aztán pláne nehéz. De hogy nekünk volt kibékülő beszélgetésünk, elmondta, meghívtam magamhoz, ott volt, tudott találkozni az unokáival, hogy aztán ez nem tudott szoros lenni, ennek azért van egy olyan oka, hogyha kimaradt 30 év után, nagyon nehéz. De nem is keresett téged? Voltak próbálkozások az ő részéről és az én részemről is, csak azért ezt így nagyon nehezen veszett fel ezeket a szálakat. Úgyhogy ezt én itt abszolút helyre tettem, ezeket muszáj magadban, tudod, hogy az az ő élete, az ő döntése, az ő élethelyzete, nem véletlen jöttél abba a családba, nem véletlen ezt kellett megtapasztalnod. Nagyon sok felnőtt viseli még a saját szüleinek a sorsát, meg a csomagját, ami aztán determinálja arra, hogy milyen párkapcsolata lesz, vagy milyen minőségű élete lesz. Ezeket azért úgy szépen lassan a helyére kell tenni. Nem tudod nagyon máshogy, mint hogy vagy elmondod neki, vagy feloldozod, vagy megérted, hogy nem is rólad szólt igazából semmilyen szülői döntős. Minden szülő mindig azt adja minden élethelyzetben, amin a legjobb. Amit tud, ha annyit tudott, akkor tulajdonképpen annyit tudott. Nyilván, ha erőszak van, nyilván, ha bántják a gyereket, van egy csomó része ennek a dolognak, de hogy mindenki annyit tud beletenni, amit kapott és amit visz tovább. Nem igazán gondolom, hogy hibás. Minden olyan dolog, amit ebből megtanulsz, azt utána később az előnyre tudod fordítani. Úgyhogy nekünk nem volt ebből egy ilyen nagyon nagy dráma, vagy nekem nem volt egy ilyen nagyon nagy veszteség. Anyukám újraházasodott, kaptam egy kiváló nevelőapukát, úgyhogy tényleg nem, nekem ez nem volt olyan nagyon meghatározó életélmény, hogy hú, most akkor válnak a szüleim. De van apaképed? Én azt hiszem, hogy van. Nekem azért a nevelőapukám nagyon jó apa volt, nem volt egy szigorú, nem volt egy nagyon keménykező apa, de azt hiszem, hogy nem is kellett. Igen, én azért minden ilyet így meg tudtam tőle tanulni, ahogy hogy viselkedik egy apa. És azért azt hiszem, hogy most az 13-14 éve azért ezt így gyűröm én is, ezt a apa létet, ami nem egy egyszerű lét, de muszáj, megcsinálom. Én is gyűröm, ugyanúgy 13-14 éve, mint te. De nekem nagyon sokszor előjön, hogy akkor mi volt, és az a konfliktus köztem és apám között, és nekem baromira hiányzik az, hogy valakivel beszélgessek, úgy, mint az apámmal. Tehát nekem van apaképem, én semmiképpen nem ilyen apa szeretnék lenni, tehát hogy ebből a szempontból ez egy lecke nekem, hogy ne ilyen apa legyek, és az a baj, hogy sokszor úgy érzem, ugye én baromira arra tölekedtem, hogy elvált szülők gyerekei legyenek az én gyerekeim, és azok lettek, és amikor ritkán látom, akkor ezek a sztorik így előjönnek. Aha. Belőled nem? Tehát te nem rettegsz attól? Én szerintem, ha rettegsz, akkor egy kicsit determinálod, ha rettegsz, akkor egy kicsit be is váltod. Szóval, hogy azért az úgy nagyon fontos, hogy tudod, hogyha ebben van egy ilyen fú, csak nehogy én is az legyek, kicsit meg is írod, hogy valószínűleg az leszel. Tehát, hogy nagyon sok... De te ebben hiszel? Én ebben nagyon, hogy a szerintem a... Én szerintem igen, szerintem a valóságodat azt nagyon meghatározó módon tudod te teremteni, ami körbevesz, amilyen életed van, amerre megy az életed. Akar vagy akaratlanul, tudatosan vagy tudatalat, de mindenki a saját életét teremti. Minden pillanatban, helyzetben, életútnál ott vagy, amit éppen tapasztalod, vagy tanulnod kell. Ha ettől valaki nagyon szorong, szépen bele is tud sétálni abba a csapdába, hogy valahogy megteremti. Én nekem nincsenek valahogy ilyen gondolataim. Tudom, hogy megpróbálom a legjobbat adni, a legtisztábban, a legjobb szándékkal, de minden szülő egy kicsit elrontja. Az a feladatot, hogy elrontsd, és aztán a gyereknek az a feladata, hogy ebből fölépüljön, kiegyensúlyozott legyen, és valahogy harmonizálja a szülőkkel a kapcsolatot. A gyerek azt a gombot nyomja meg sokszor a szülőn, amire a legjobban ugrik, amire a leginkább elveszíti a türelmét. Ez egy érdekes játék, ez a szülő-gyerek játék, hogy ebből mit tudsz kihozni. A legjobbat adja, én azt gondolom, mindenki a saját szintjén, vagy arra kell törekedni. Valamilyen szinten el fogod rontani. Ha birtoklod, azért, ha nem engeded el, azért, ha túlszereted, azért, ha elkényszereted, azért, ha nem foglalkozol vele, azért. Valamerre mindenképpen eltolódik a szülői lét a gyereknél szerintem. Aztán majd a szülő gyerek fölnő, és akkor ezt szépen elkezdi magában helyre tenni. Nem könnyű szerintem, ez egy nagyon nehéz, nagyon komplex, nagyon összetett feladat a szülői lét. Édesanyja szigorú dolog. Volt? Anyukám igen, szigorú volt, egészségügyben dolgozott, szigorú volt. Következetes, igen. Hát ő ezt a poroszos nevelés nyomta, de ő is azért nyomta azt, mert azt láttam mondjuk a nagymamától. De tanulj fiam, legyen diplomát fiam? Nem, ebbe soha nem szólt bele.
ez nem nagyon érdekelte. Nagyon más volt az akkori szülői lét, szóval akkor azért nem lihegtek a nyakunkba, nem vittek 600 külön órára, neked kellett megoldani, tanultál, előbb vállaltál felelősséget, az akkori gyerekek előbb nőttek föl, önállóbbak voltak. Ma már egy kicsit ezt mi túlszorongjuk, túlparázzuk, visszük, hozzuk, 600 helyre járatjuk, akkor azért nem így volt, gondolj bele, a mi szüleink ezt nem csinálták. De nálam pont így volt. Igen? Nálam pont így volt, és a Rákóczi Ferivel volt egy beszélgetésem az Összezárvában, egyébként aha, a TikTokon 200 ezer like-nál van. Tényleg? 200 ezer like-nál van. Ja, maga ez a tanulás, tovább igen, tanulás. A tanulás egyes, igen, na most erről érdekelne egyébként a véleményed. Tehát én azt mondtam, és ezt kérem a gyerekeimtől, az édesanyám ezt kérte tőlem, fiam, azt csinálsz, amit akarsz, legyen egy diplomád meg egy nyelvvizsgát. Aha. És ugyanezt mondtam a gyerekeimnek, hogy legyen egy diplomátok és egy nyelvvizsgátok, és utána, hogyha elmentek szakmunkásnak, akkor az már a ti döntésetek. De olyan nincsen, hogy egy szülő hagyja elkanászodni a gyerekét, legyen egy boldog asztalos, vagy egy boldog kőműves, mondta Rákóczi Feri. Én nem tudom, a mai én szerintem nagyon igazán a Ferinek. Én szerintem a mai világban mindent megkérdeznek tőled. Megkérdezik, hogy milyen kocsid van, hogy hány diplomád van, hogy házasodtál-e, hogy van-e gyereked, hogy el akarsz-e válni. Egyetlen egy dolgot nem kérdeznek, hogy valami, hogy boldog vagy-e. Ezt senki nem kérdezi. Csak az, hogy mi az, amilyen, mi az, amit elsajátítottál, mi az, amit van. A tanulás? Én szerintem nem, én nem vár. És mi van, nem lesz? Majd akkor kevésbé szereted? Majd akkor csalódsz benne? Majd akkor azt mondod, hogy nem váltottad be azt, amit elvártam tőled, és akkor az én szeretetemet feltételhez kötöm, hiszen neked nem lett diplomád. Jó, de a gyerek nem akar lezuhanyozni, meg fogatmosni, akkor hagyjuk azt. Én szerintem az nem ugyanaz, de egy diploma az már 18 év, az már gimnázium, ott ő már bontogatja a szárnyát, és azt mondja, hogy nem tesz boldoggá. Az egy társadalmi elvárás, hogy nekem diplomám legyen, nem akarok, én el akarok menni dolgozni, és el akarok menni egy állatfarmra, és állatokkal akarok foglalkozni, és állatgondozó akarok lenni. Én nem a diplomában látom a boldogulást, rengeteg boldogtalan, nyomorúságos. De az érettségi sem fontos? De az érettségi azért legyen meg. Szóval egy érettségi tehát legyen, érettségi egy nyelv így, legyen. Adsz nekem igazat, azon felül az érettségig menjen. Az érettség azért így valahogy az ember elrugdossa, hogy csinálja meg. De hogy utána igen, találja meg a boldogságát, utána el kell engedned, nem szabad, hogy mi, és akkor mi van, ha nem lesz diplomája? Szóval, hogy én nem ebben látom a megoldást. Nem hány könnyebb, állás nélküli diplomás ember van? Dehogy is, nem. Nem, szeresse, amit csinál, jöjjön rá, hogy mi az, ami igazán boldoggá teszi, egy kicsit legyen tudatos, egy kicsit értse a maga körülbelül világot, azt nem a diplomától fogja megérteni, azt attól fogja megérteni. De a diplomáig vezető útig te bölcsész vagy, pontosan tudod. Igen, nekem lett egy bölcsész diplomám, most mondd meg nekem, ha nekem nincs zenetévé, meg nincs RT, mi az Isten térek egyébként egy bölcsész diplomám, semmit valójában. Kicsit mindenbe beletanulsz, kicsit nem értesz valójában semmihez, és van egy bölcsész diplomám, el tudsz venni újságot írni. Na, most írhatnék, ha nem tudom, még nem létező, vagy még létező magyar narancsba, vagy élet és irodalomba, érted? Tehát, hogy oké, de hogy nem ez kell, hogy tudod, hogy mi az, ami boldogat, ezt tudod, hogy mit akarsz, teremtsd meg, hozd elő magadból, gyere rá, és menj afelé, és legyen egy álmod, legyenek céljaid, és tegyél érte, de ha az nem a diploma, ám legyen. Tehát, hogy én nem tulajdonnak, vagy nem elvárásképpen tekintek a gyerekre, nekem sokkal fontosabb az, hogy apa, 20 éves vagyok, a helyemen vagyok, boldog vagyok, nem akarok diplomát, ezt akarom csinálni. Mint hogy elvégezel 5 évet, és 24 éves annál, apa, mit csináljak? Ezt is lenyomtam. Tanulni már nem akarok, van egy diplomám, és elmegy állást keresni. Szóval, hogy szerintem a diplomát a társadalom, az elvárás, a konvenciók, és mindenféle olyan dolgok, hogy na, nekem diplomás a gyerekem, na most ezzel lehet jól villogni. Ez tök jó, csak igazából kérdezem a gyereket, hogy valóban akart-e, vagy tényleg boldog-e, vagy aztán tud-e valamerre menni, vagy mi van a fejében. Szóval, nem adom ezt a diplomás dolgot, szerintem ebben a Ferinek igaza volt. De abban, hogy te nem sportoló lettél. Igen. Abban édesanyjának volt beleszólása? Nem voltam elég tehetséges. Tehát elmentem birkózni, nagyon sok... De sokszor azt mondtad, hogy tehetséges. Igen, megnyertem egy csomó verseny, magyar bajnokságokat, 92-93-ban elmentem síelni, eltörtem a kulcsontomat, és akkor elindult a gimisével, elkezdtél csajozni, egy kicsit úgy nem jártál már annyira edzésre, meg még ha néha lementél, akkor már viszont azok, akik lejártak rendszeresen, jól föltörölték veled a padlót, és akkor mondtam, hogy oké, tök nagy mázli, nem tört össze a fülem, birkóztam, volt egy nagyon szép 6 évem, amit versenyszerűen birkóztam, fogyasztottam, versenyekre jártam. Tehát az a kompetitív hozzáállás, ami bennem van, az nagy részt ennek köszönhető, hogy állandóan minden élethelyzetben, munkában, rádióban, nézettségben hallgatok, én mindig versenyzem. Tehát ez egy nagyon, ugye meg az öcsök mindig sokkal kompetitívebbek, mint a bátyok, mert ugye te vagy a kicsi, neked kell mindig bizonyítani, meg megmutatni, meg megvenni. Tehát ez nekem nagyon sokat adott a jelenfejlődéshez, de
De utána már, tehát én azt a Füredi Leventét, aki aztán harmadik lett a világbajnokságon, még világbajnok bronzérmes, meg talán olimpiai bronz is van, én azt 38 meg 42 kilóval megvertem a Levit. Mi együtt birkoztunk. És így 8 évvel később olvastam, hogy Füredi Levente, nem tudom, olimpiai vagy világbajnok bronzérmes. Mondom, Levi, úristen, a Levit mindig megvertem. Tehát, de aztán szorgalmasabb volt, tehetséges volt, és akkor ő tartotta. Nem baj, nekem az élsport addig bőven elég volt. Tehát, hogy azért az se biztos, hogy jól tudod, hogy egyszer csak ott van 20 évesen, megnyert mindent, és akkor, hogy 20 évesen néz rád, hogy 20 éve úszom, 20 éve birkózom, nem szólt másra az életem, mi az Isten csináljak. Szóval, hogy én így a középutakba hiszek, mozogjon, szeresse, menjen, most se presszionálom, hogy fú, de nagyon versenysportoljon valamit. Tök jó. Sokkal jobban örülök, ha azt látom, hogy úgy jel az edzés, hogy boldog volt, de nem akar versenysportolni, de mozog, de tartozik egy közösségben, mint hogy aztán heti 6 edzésén küzdjek az edzővel, és akkor ott olyan kis felnőttek előtt küzdjön, hogy ilyen sportoló akar lenni. Hát találja meg, hogy mi szeretne lenni, vagy mik szeretnének lenni. A kicsi még 8, úgyhogy vele azért még nem kell nagyon rohanni. Említetted a bátyádat. Igen. Jó testvérek vagytok? Nagyon mások vagyunk. Sokszor szoros a kapcsolatunk, sokszor egy kicsit távolabb vagyunk, sokszor egy kicsit elmegy egy fél évre, egy évre külföldre. Most pont 2 hete találkoztunk, 3 órát beszélgettünk. Tudok róla, tud rólam, beszélgetünk. De valahogy így olyan a kapcsolat, hogy hol szoros, hol kevésbé szoros. Ő azért egy ilyen nagyon szabad lélek. Egy évvel idősebb, jön, megy, utazik, nyelveket beszél. Egy év van csak köztük. Igen, ő 76-os, 77-es vagyok, igen. Igen. Nem vártak sokat, anyukám. De ő egy nagyon más lélek. Ő dolgozik, ő étteremben dolgozik, jön, megy, szörfoktató, buvároktató, étterem, mindent csinál, össze-vissza utazik, és mindig küldi a képet, hogy éppen hol van fél évet. Most éppen Majorkán dolgozott fél évet, most itthon van, szóval ő nagyon szabad, ő egy teljesen más lélek. Mi valahogy ketten vagyunk egyek egyébként, úgyhogy... De jó a viszonyunk, nagyon jó tesók voltunk, nagyon sok mindenben segítettük egymást, de most van egy olyan, hogy ő is így éri az életét, meg éri. És amikor tudunk, találkozunk, jön át a gyerekekhez, szóval nem, nincsen semmi olyan, amilyen nagyon nagy feszültség lenne kettőnk között, hál' Isten. Oké, bölcsész diplomád van, de hogy lettél tévés? 97-ben elmentem egy válogatóra. A Zene TV válogató, Z+, SZDSZ székház, Tímár utca, festőhelyszín. Ne nézzem, én nem voltam még ott. De ség, én nem voltam még nem ott. Voltam még ott. Tímár utca, már akkor láttam. Harmadik kerület? Harmadik kerület. De nem voltam ott. Harmadik kerület. Ott a felüljáró kellett? Igen. Elmentem, és akkor valahogy kiválogattak. 1500-ból 50-en lettünk, 50-ből 10-en lettünk, 10-ből 5-en lettünk, és akkor 5-ből élettem egyszer fiú. Mert hogy akkor volt a Filip, a Jancsi, vagy a János, a Vadó Jani, meg a Zolika, mindenki más fiú, az már valahogy úgy ott volt. És akkor így kiválogattak, és azt mondták, hogy menjek zenetévézni. Középen elválasztott függönyhaj, tudod, ahogy kell, Backstreet Boys, és akkor hú, micsoda őrület volt. Én sem nagyon hittem benne, de mondták, hogy menjek. Kell egy ilyen aranyos fiú, aki majd a Popcorn magazinra fölrakható, tudod. De azt gondolták, hogy fél éven belül úgyis kihullok. Nem igazán de tehetséges, tudod, kedvesen mosolyog. Nem elmondták. Elmondták. Úgy írták alá a szerződést. Fiat, te arra kell lesz, hogy mi a mosolyog. Elmondom, ez biztató jövőkép. De egyébként a Levinek azóta is nagyon hálás vagyok. Tehát a Málai B. Levente, aki akkor rámondta az én karrieremre, hogy igen, rá végtelen hálával gondolok. Mert azért, ha ő ott nem mondja, akkor én most valami egészen más csinálok. Ha van ilyen, tudod, hogy más csinálsz, hát a fene se tudja. És akkor Zene TV, RTL, és akkor hát ez már onnantól kezdve így. Jó, de a nagy áttörés azért a Balázs Show. A nagy áttörés az 2003. Felhívtak, igen. Hogy felhívtak az RTL? Felhívtak, és én a Galambusz utcában voltam az RTL, és átsétáltam, és mondtam, mi az Istent keresek én itt, tudod. De akkor már Zsú, TV2, Lilu, RTL, való világ. Én voltam az utolsó. Már mindenki elment. Filip, szerintem Filip akkor már így elkezdett így politizálni, vagy már kezdett belefolyni, vagy akkor ő már valahogy kim volt, már nem is nagyon volt a Zene TV-nél, én meg még mindig klippeket küldözgettem Szombathelyen. És akkor így elmentem, kiválogattak, ott egy Mónika Show díszletbe kellett egy ilyen verekedést lebonyolítani, és gondolom, ajjá, hú, ez nagyon fura ez a világ, hogy itt verekednek, tudod, én addig csak klippet küldözgettem, meg diszkóba jelentkeztem. És akkor voltunk ott is egy csomóan, akiket castingoltak, a Happy Endre, a Batiz András, nagyon sokan. És aztán az RTL-i viszély volt, hogy akkor így mi lenne, ha Mónika előtt lenne egy ilyen kicsit fiatalabb, kicsit más hangvételű, ám hasonló. És akkor ez volt az álommeló, akkor azt gondolod? Nem volt nagyon álommeló. Tehát akkor volt az, hogy délután egy talkshow. Napi jelenlét az RTL-e 60%-os serre. 63%-os serünk. Volt 63%-os serünk is. Olyan görbékkel, olyan nézettséggel, hogy az, ami felfoghatatlan volt. Nagyon szerettem, én nagyon sokat tanultam. Jó volt, jó korszak volt. Én nagyon az emberi történetek nem viseltek meg? Tehát ez simán az elején igen. Az elején igen. Persze, nagyon sok mindent hallasz azért ott. Hát a Mónika volt, hogy elült az egyik szereplő, és a csomagtartóba vitték fel a másikat. Tehát, nagyon más világ volt, nagyon más jelentett a tévé, nagyon más jelentett oda bemenni a tévébe, azért ez már nagyon megváltozott.
De nekem az akkor is egy ilyen nagyon szép történet, hogy én ott... Hát ott futottál be szerintem. Meg ott tanultam meg igazán tévézni. Tehát azért a magát a talk show műfajt, hogy azt hogy csinálod, hogy építed a történetednek, mi a ritmus, a dinamikája, mi a menete, hogy teremtesz feszültséget, tartasz szünetet, ennek milyen ritmus a tempója van, azért azt ott tanulod meg, élesben. Szóval a zenetévé azért nagyon más volt. De igazi tévés azért én ott kezdtem lenni az RTL-en. A nagy az ORTT, akkor azért csúnyán rátok szállt nagyon sok. Mindig megbüntettek, mindig fekete volt, mindig ki volt írva, hogy Mónika Show 626. része miatt, a Balázs Show 443. része miatt fekete, ugye akkor még feketét kapott az RTL, és akkor ki volt írva, hogy ORTT miatt feketét kaptunk. Persze, ez így benne volt, hát akkor állandó balhék, állandó bunyók, állandó, de akkor nekünk azzal nem kellett foglalkozni, hogy aztán csináljátok, a többit megoldjuk. Tehát ebből a szempontból nagyon professzionális volt a tévé, hogy csak legyen jó a nézettség. Hát akkor az óriási volt, akkor volt a Barbara Show, a Claudia, mindenki akkor ilyen délutáni talkshow-kat csinált. Ez egy német formátum, most már azért ezek lecsengettek, vagy egy kicsit átalakultak szerintem. Na jó, és akkor utána a következő lépcső mi volt? Mert nyilván egy idő után nem elégített ki szakmailag. Én ezt 5 évig csináltam, 1300-at. De te akartad abba hagyni? Én utána mondtam, hogy elég, de akkor már vittek estére. Tehát akkor már mondták, hogy akkor már beraknak estére, akkor először volt egy kísértés nevezetű rémálom, amit csináltunk, ez egy reality, ez nem lett túl jó. Akkor összeraktak a Vágópistával, akkor megnézték, hogy hogy működök főműsoridőben, tudod. Nem úgy volt, mint most, hogy 2 casting után bedobnak, akkor de még azért erre meg kellett érni. De a Vágó akkor tudta, hogy az utódját neveli ki? Én nem lettem szerintem a Pista utódja, tehát hogy nem is olyan akartam, iszonyat méretű és halmaz állapotszerű tudás van a fejében, még egyszerűen nem is tudod azt magadba áttölteni. De nyilván volt egy ilyen fiatalos csibészség bennem, igen. De utána kaptál szerintem olyan quiz vagy gameshow-t, amit ő kapott volna, ha te nem vagy. Csináltam utána gameshow-kat, igen. Ő nagyon elegánsan, nagyon szépen csinálta. Ez meg van mondva a szerződésben, hogy hány percenként kell innod? Nem, csak személyiségre kész. Milyen világ van itt az interneten? Mondjam, az én is kirakhatom, hogy ki támogat? Interneten vagyunk. Szeretném megköszönni a Mercedesnek, hogy támogat. Köszi! De téged támogat? Köszönöm! Téged támogat a Mercedes? Dolgozunk együtt, igen. Hát ez egy ilyen, tudod, egy ilyen közös munka. Azt mondtad valahol, hogy egy bizonyos szint felett autót nem veszünk, mert nem kapunk? Nem, én ilyeneket nem mondok, szerintem ez valaki volt. Szóval, hogy igen, ez egy ilyen, tudod, átmenet volt, de nagyon elegáns volt, nagyon normális volt, soha nem volt ebből feszkó, ő csinálta a Millió Most, én csináltam, egy hónapig ment a Legyen Ön is Minős, egy hónapig ment a Szép. És akkor az RTL kitalálta, hogy váltsuk egymást. És akkor annyival jobb lett a Szép, hogy levették a Millió Most, miattunk, és akkor a Szép. Akkor lépett beszegyünk a DK-ba, tehát akkor valóban menekülni kellett. És akkor mondta Pista, hogy na jó, hát akkor, ha nincs más, csak fel is ugrunk a DK-ba. Nem, az még jóval később volt, de nagyon normális volt, nagyon kedves volt, nekem nagyon sokat segített, meg nagyon jó a viszonyunk, úgyhogy benne nem volt ilyen. Ő azért ezt tudta, meg hát neki megvoltak a nagy sikerek, gyönyörűen mentette át magát a kereskedelmi tévéből, a közszolgálatból. Nagyon elegáns volt, hogy aztán belül mit gondol, tudod, nem tudom. De a végletekig normális volt, és támogatott. És ami nagyon nagy maraságot mondtam a quiz műsorban, persze fingom nem volt, hogy 8. helyig, vagy 6. helyig, akkor is azért mindig úgy tett helyre, tudod, hogy eljjelj Balázs, Balázs. Tehát azért ezt illene tudni, de hogy mindig érezted, hogy nem baj, hogy nem tudod, mert nincs belőle baj, tudod. Tehát soha nem volt az, hogy tömeg előtt megalázott volna, hogy aranybulla megújítása, tudod, 1351, és akkor ezt úgy nem ugrik be egyből, nyilván ott áll melletted Vágó István, kanyarba is tud minden, még kisőtt a kérdés, már mondta a megfejtés. Szóval hogy azok jó idők voltak, de én ezeket szeretem, ezeket az élethelyzeteket. Én ettől sosem megijedtem, mindig úgy kondicionáltam magam, hogy oké, itt vagyok, meg tudom csinálni, képes vagyok rá, tudod. Nézzük, hogy ő mit tud, én megmutatom, hogy én mit tudok. Szóval, hogy azért ezt én fejben nagyon erősen tudtam mindig hozni. Volt, aki inspirált téged televíziósként? Visszülök közben. Ülj vissza, mert ez így egy nagyon kényelmetlen. Tessék? Figyelj, föl kell állnod, nézd, egy gátizom torna, amit azt csinálsz, vagy azt? Tehát ez egy fölgyik kicsit. De neked is van? Neked is van ilyen? Vannak már ilyen gyakorlatok, amit az emberek így csinálják. Kicsit fölállsz, kicsit tárogathatsz, nyugodt fiam, ami kényelmes. Én meg tudlak tartani, van ilyen akro joga. Meditálni taníts gyakorlatot. Meg. Na meditálni taníts meg. Jó. Na, szóval volt, aki inspirált televíziósként téged? Nagyon szerettem a Dérit, nagyon szerettem a Szilágyit, néztem a Fridit, nagyon sok mindent, de soha senkiből nem merítettem. Nekem soha nem voltak olyan nagy ikonok, hogy hú, akkor most a Déri. A Dérinek nagyon szerettem a nulladik típusú találkozást, néztem az Ablakot, a Szilágyinak nagyon szerettem ezt a betelefonálok, és arról beszélek, amiről. Halló, hallgattam őket rádióban, hallgattam a Fodort rádióban, tehát tudtam azért nagyon, hogy a nagy öregek,
de szemtelen voltam, fiatal voltam, és én igazából nem voltam tőlük az se. És azt mondom, oké, ti úgy csináljátok, mi már egy másik tévében más csinálunk, máshogy csináljuk, tudod. Gyere ide, csináld meg, én így tudom. Ti akkor úgy tudtátok, ahogy most meg már jönnek a fiatal tartalomkészítők, és nézzük, hogy úristen, milyen platformon, milyen videót vág meg minden, és ők megrögnek, hogy Jézusom, régi öreg tévések, detrék vagytok, tudod. Tehát, hogy ez meg kell, hogy legyen, ezzel nincs baj. Kicsit azért én úgy voltam vele, de persze. Külföldi sem, senki olyan nem volt, akit öltem. De én nagyon sok Jerry Springert néztem, én nagyon sok Late Night Show-t néztem, én még a Wettendast is néztem folyamatosan, a németországi nagy Wettendast, ugye, hogy fogadjunk, hogy ez a Fridinek is Tomás egy nagy kedvence, igen, Tomás Gottschalka, hogy csinálja. De úgy valahogy én azért úgy mindig hoztam ösztönösen azt, hogy én milyen akarok lenni, meg én mit akarok közölni, meg nekem milyen eszközrendszerem van, én mivel dolgozom, hogy kommunikálok, hogy beszélek, soha nem vettem át nagyon senkit. Nagyon határozott egyéniség voltam ahhoz, hogy én tudjam, hogy én így csinálom, én ez vagyok, jó vagy nem. Folyamatosan törekedtem arra, hogy fejlődjek, de hogy átvegyek, hogy nézzem, az így ebben a formában nem. Meg ebben a szakmában nagyon fontos, hogy tudd, hogy miben vagy jó és miben nem. És én soha nem mentem arra, miben nem. De nem azért, mert hogy féltem a fejlődéstől, mert rájöttem, hogy sosem fogok mindent eljut készíteni, sosem fogok igazán olyan nagyon durva politikai műsorokat csinálni, mert nem is vagyok benne jó. Szóval, de félsz a politikától? Nem, egyszerűen ezt nagyon sok helyen elmondom, hogy borzasztó szűk mentális közeg, borzasztó bosszúszomjas, borzasztó rossz energia, ennél azért én pozitívabb dolgokban mozgom, tudod? Hogy így nincs dolgom nekem a politikával, nem is akarok, és hiába mozgatok meg tömegeket. De a politika sem akarta soha, hogy legyen vele dolgod? A konkrét megkeresés nem volt. Finom megkeresések nyilván a rádión keresztül. De mindig, amikor rádióztál, és ugye azért ott a tulajdonosi kör állandóan változott, de mindig valahová köthető. Mi mindig valahova voltunk, igen, de a rádióban. De soha nem mondták meg, hogy mit mondjatok? Nem, olyan volt például az Andy-nél, az Andy azt mondta, hogy csináljátok, tartom át, Andy nagyon profi volt, mindig szólaltassátok meg a másik oldalt. Legyetek profik. És ez egy tök fontos mondat volt az Enditől. Nem volt cenzúra. Azt mondta, hogy legyen, álljatok bele a CEU-ba, csináljátok bármit, foglalkozzatok a tanárokkal, csak ha valamilyen ügyben megszólaltatjátok az egyik oldalt, vagy véleményetek van, engedjétek meg a másik oldalnak, hogy elmondhassa a véleményét. És ha nem nyilatkoznak, vagy nem vállalják, vagy a fiúk fönt azt mondják, hogy köszönjük, nem, akkor ti le vagytok védve, hogy megpróbáltátok. Szóval ilyen itinereket azért ő nagyon tudott, de ő mindig azt mondta, hogy figyelj, csináljátok, ezért vagytok itt, csípkedjetek meg mindenkit, minket, az akkori kormányt, az ellenzéket, mindenkit, ez a feladatotok. Foglalkozatok nyugodtan közéletet, tartom átam, csináljátok, amit tudtok. De mi teljesen tudatosan direkt politikában nem folytunk bele. Nem is igazán értettük, ügyek mellett álltunk ki, képviseltünk bizonyos dolgokat, de valahogy nekem annyira rossz rezgésű, annyira mocskos dolog, annyira kis, pici pocsolya, hogy én nem érzek magamban indítatást, és nincs semmiféle elvi úton-módon vezérelt olyan hatalomvágyam, hogy a politikában legyek. Úgyhogy én ezt így tökre letettem, és én ezzel így nem is vagyok nagyon hajlandó foglalkozni. Nagyon sok szép dolog van, meg nagyon sok jó dolog van. Ez nem egy jó rezgésű történet. Ez, hogy ő ezen, vagy sokan ezen így rajta vannak, ehhez kell azért egy olyan attitűd, ami bennem szerintem nincs meg, és ennél egy kicsit jobb rezgésű dolgokkal foglalkozom. Mi az, ami igazán érdekel a tévézés mellett? Azt hiszem, hogy ami leginkább érdekel, az a fejlődés, meg az önismeret. Meg az, hogy hogyan tudod ebben a 30-40 évben, vagy 30-ban, vagy 20-ban valahogy olyan minőségben is jól élni az életedet, amivel hát meghaladod több, saját egy magad. Több, tessék? Az egy kicsit több, mint 20-30 hát, év. Nézd, 45 vagyok. Tehát azért oké, még 20, oké, 30, az már azért véleményes. Fia, férfiak 65 évesen úgy potyognak el balra-jobbra, hogy mi nagyjából a statisztikák alapján középkorú pasinak számítunk. Hát te már túl vagy azon is, de hogy fia, 60-62 éves pasi, ez sietsz, csak azt mondjuk, mennyi volt 62 átlag életkor a férfiak, nem tudom, 60 év. Szóval, hogy azért ez a gondolj bele. Oké, hogy jobban eszünk, jobban alszunk, jobb minőségű kajákat eszünk, de azért Magyarországon a nagy átlag azért nincs olyan nagyon hosszú életre predesztinálva, ha férfi. Szóval igenis azért mentálisan ott kell lenni szerintem, hogy mondjuk lásd a gyerekeket felnőni. De ez az önismeret, ez az önvizsgálat, ez a magamba fordulok és megpróbálom jobban magamat megismerni, ez azt jelenti, hogy te egy ilyen magányos csávó vagy? Nem, ezt sokan összekeverik vele, nem. Nagyon zárkózott, meg megvan az a kör, aki körülöttem van. Én még az életemben nem láttalak téged szórakozó helyen például. Pedig aztán sok... Itt a csapatod ezerrel? Le. Már nem, de mondjuk én pár éve még jártam. Igen, de régen ilyen parti arc voltál, te nyomtad? Igen. Ahhoz sztori fotósok voltak, ott voltál sokkal. Szóval én nem nagyon, de járok azért bulizni, de nincs körülöttem fotós, nincs de ezek körülöttem házi kamerát. Bulik, vagy klubok, nem. Vagy hova jár? Most az elmúlt 5 évben klubba például nem nagyon voltam.
De ez nem azt jelenti, hogy nem, mert én nagyon sokat jártam. De mert, hogy félsz, hogy szétszednek? Tökre nem. Mondom, ez a korszak, ez nagyon lecsendett. De mondjuk a Szigeten például találkoztunk. Én az összes nyári fesztiválon nyomom, a Vikivel megyünk, azokat nagyon szeretjük, de hogy most januárban egy elcsörgedezzek valahova Pesten, és akkor ott egy ilyen nagyon-nagyon ropjam a parkettén, azért ezt így nem nagyon tudom elképzelni. Azt sem tudom már, milyen szórakozóhelyek vannak, tudod, hogy így néha hallok így a haveri körökben egy hét, hogy ez van, és az hol van, és az mi van, milyen a hely, tudod. Erre így igazából nem vágyok, de nincs tömegiszonyom, járok szórakozni, járok moziba, járok múzeumba, tehát hogy nem, én nem a tömegtől félek, egyszerűen valahogy tudod, hogy 45 évesen már nem ezt hajtjuk, most csapjunk bele. Ha meg beülünk barátokkal, akkor meg elmegyünk vacsorázni, vagy összegyűlünk valakinek a lakásán, vagy dumálunk, vagy akkor csinálunk valamit. Mi abban hiszünk, hogy tudod, ez egy aktív szórakozást jelent. Tehát én lemész, iszonyatos mocskos módon lerészegetsz, nagyon jó, semmire nem emlékszel, full másnapos vagy, és két napig gyógyulsz, ez nem jó. De még elmegyünk hószánozni, vagy elmegyünk síelni, vagy elmegyünk valami aktív programot csinálni, amiközben nagy dumálások vannak, de abból egy kicsit mindenki épül, és így a lelked is kap valamit, az nekem ebben a korban már egy picit tartalmasabb, mint hogy hú, de nagyon rúgják. De vannak ilyen fiús programok? Csinálunk ilyeneket, igen. Elmentek síelni? Nem, még síelni, tavaly elmentek hószánozni Erdélybe, tehát ezért ezek itt kellene, nekem ők ilyen 30-35 éves, nagyon tehát régi. Tehát van egy nagyon gimnáziumban. Erős baráti körök. Igen. Közben van, akinek egy gyerek, két gyerek, itt van, ott van, de hogy mi azért így nagyon, nagyon együtt vagyunk. Ami nem azt jelenti, hogy nem megyünk a feleségeinkkel, vagy nem csinálunk külön, csak ez a csapat, ez így valahogy így nagyon megmaradt egymásnak, kicsit ilyen testvéri a viszony. Nekem ez nagyon jó, meg nagyon kell, meg régen nagyon kellett, hogy azért ők így visszapúzzanak, vagy hogy így tartsanak azért így a földön. Ami nagyon megdöbbentett engem, amikor olvastam rólad egy-két dolgot, az a céged neve. Mert a Spova. Amennyire tudom. Igen. Ugye a Pova az mit jelent? Tehát miért lett Pova? A Pova, nekem az összes cégnevem, ami megszűnt, nem azért, mert amiért a te cégeid megszűntek, egyszerűen csak nem használtam őket, teljesen más indítatásból. Szóval, hogy ez mindig valamilyen buddhista névhez kapcsolódik. Én hiszek ebben, ez egy energia, tudod. Oké, de a Pova mit jelent? A Pova az egy tudatos halál állapotot jelenti, amikor te elmész egy 4 napos tanfolyamra, és ott megtanulsz úgy tudatosan meghalni, hogy egy pici pötty keletkezik a végén a fejed tetején, és ott a lélek megtanulja, hogy amikor a halál beáll, akkor hogyan tud úgy távozni a koponyán keresztül, hogy megérkezzen a tiszta földre. Na most ehhez de kell, ilyen, hogy... Ilyen, de várj, de ilyen tényleg van? Hogyne? Hát mi van, vagy mi nincs, tudod? De kinek mi van a hitrendszerében? Kinek de mi tudod, van? No man is no man, tehát jó, hogy a cégednek ilyen nevet választott, hogy a tudatos halál. Igen, a tudatos halál, a meghalás, várj, a meghalás menjünk, művészete. Menjünk bele egy picit. Te tényleg azt gondolod, hogy a meghalásra rá lehet készülni, vagy a halálra fel lehet készülni, vagy fel tudod készíteni a lelkedet arra, hogy majd hogy távozzon a testedből? Hogyne, persze. Hát ennél sokkal durvább dolgokat lehet csinálni, csak mi nyugatiak ezt nem annyira tudjuk. Tehát vannak szerzetesek, akik egészen pontosan, napra pontosan megmondják. Tudják, hogy hova inkarnálódnak, és megtalálják őket. De akkor te hiszel a reinkarnációba ezek? Elmennek 3-4 évesen vonalvezető lámák, elmennek a 3 éves kisfiúz egy tibeti faluba, és elviszik az előző, mint a karmapának például a fejdíszét, a maláját, a meditációs kis szobrait, és a 3 éves gyerek azt mondja, ez az enyém, ez nem az enyém, ez is az enyém, egyébként rád emlékszem, nem ilyen hajad volt, te pedig örülök, hogy látlak újra, de jó, hogy itt vagy. Nagy vonalvezető lámák megmondják, mikor inkarnálódnak, hogy inkarnálódnak, meg tudják mondani, van, akiből csak haj marad, van, akiből csak köröm marad, van, aki ülőpózban távozik, persze. Ez az egész halálkérdés, ez nálunk itt nyugaton nem nagyon tud vele a nyugati ember mit csinálni. De a legnagyobb rákfenéje az életének, hogy mivel nem tudja a halált, nem is ismeri, el is utasítja, és nincs is vele semmilyen kapcsolata, így valójában elveszti az élettel való kapcsolatot. Mert tol valamit, szorong valamit, és megpróbál valamit elüldözni. Mivel ha minél jobban megbarátkozol, és minél inkább a barátoddá teszed, annál inkább kezded el értékelni a jelent. De várjál, 45 évesen szóval, hogy... te elkezdtél barátkozni. Én már nagyon régóta, persze, de már egészen fiatalon mentem el ilyen elvonulásokra, és csináltam meg. És, te áztál, te is? Tessék? Te áztál. nem olyan elvonulásom. Igen, az egy szép történet. Szóval, jó, hogy... de egyébként ez azt jelenti, igen? Ez azt jelenti, Balázs, hogy te féltél a haláltól, fiatalon. Vagy volt egy emléked, hogy az élet az nem véges, és volt egy tudásod, amit újra fel akartál eleveníteni, vagy inkarnálódtál, amit elfelejtettél, de tudtad, hogy ezt már tudod, és újra lehívtad, vagy tovább akartál lépni. Tehát ez nem feltétlenül csak a halálfélelem vezet oda, hanem az, hát csak... a halállal való barátkozás az egyértelmű, hogy a halálfélelemről szól. Szerintem pont ha elutasítod, és pont ha nem beszélsz róla, és pont ha tagadod, és a pont ha... Tehát a nyugati ember nem nagyon tud halottat látni, a nyugati ember nem tud mit csinálni a Covid-dal, a nyugati ember nem tudja feldolgozni, a nyugati ember nem gyászolhat,
alatt a nyugati ember nem tud elbúcsúzni. Valójában keresi, rohan, menekül valami elől, amit minél közelebb húznál, minél jobban gondolkoznál, és minden nap felelevítenéd csak azt, hogy egyszer meg fogsz halni. Vagy csak azt, hogy meg fogsz öregedni. Vagy csak azt, hogy de milyen klassz, hogy... Ezzel trenírozod a lelkedet rá. Tessék? Nem, ezzel pont a mulandóságot úgy magadba szívod, hogy minden elkövetett pillanatot, felébredésed, megjelenésed az egy élmény lesz. Mert tudod, hogy ha lefekszel, nem biztos, hogy holnap felkelsz. Lefekszik ma 2-3 millió ember, abból lehet, hogy 500 000 nem kell föl. És a nyugati ember egyébként valójában itt hibázik, hogy mivel elutasítja, nem érti és tagadja, ettől viszont tudat alatt meg borzasztó a retteg és menekül valami elől. Viszont ez behívott, ha megtanulod, ha megérted, akkor egészen más viszonyban leszel, és ha más viszonyban vagy a halál, akkor nagyon más viszonyban vagy az élettel is. Szóval nagyon sok félelmünk. De ezt akkor levetíted a betegségekre is? Nem, a betegség szerintem az más. A betegség annak hát más. De a betegség vége a halál. Azért félünk a betegségektől, meg kiszolgáltatottak leszünk, vagy meghalunk? Azért is félünk a betegségtől, mert nem lesz kontrollunk, mert nem tudjuk, hogy meggyógyulunk-e, és nem értjük meg azokat a lelki tényezőket, amik oda vezettek, hogy fizikai szinten megbetegedjünk, persze. Tehát, hogyha hiszünk abba, hogy hogy működik és hogy jelenik meg a betegség, és az mit jelent először egy energetikai térben, mit jelent a lélekben, és abból aztán hogy lesz fizikai térben valódi betegség, akkor rájössz, hogy minden fizikai ok mögött valamilyen lelki tényező van. Tehát nem leszel csak úgy beteg. Pszichoszomatikus minden betegség? Pszichoszomatikus, hozott dolog, karmikus, persze, nem leszel csak úgy. Vagy meg kell tanulnod, vagy meg kell fejlődnöd, vagy meg kell értened, vagy meg kell haladnod egy életbeli szituációt. De az a fizikai dolog, és a fizikai sík, és a fizikai elváltozás annak már csak a legvége. Ez finomabb energiában, finomabb rezgésben, finomabb térben keletkezik először valami zavar. Energetikailag benned, bennem, bárkiben. Ami aztán annyira erős lesz, és annyira diszharmonikus és diszfunkcionális maga az emberi fizikum és működés, és olyan szinten tolódnak el az energiák, hogy megjelenik aztán végül fizikai formában. De ha ezért egy kicsit te így ezzel foglalkozol, szereted magad, adsz magadnak önidőt, egy kicsit csak úgy megpróbálsz néha úgy csendben lenni, vagy elvonulni, akkor azért azt a te fizikumod, a tudatod azért azt nagyon szépen meg tudja hálálni, csak nem tanítják meg nekünk. Nincsenek szkijeink arra, hogy ne addikcióhoz nyúljunk, hogy ne ígyunk, hogy ne kábítószerezzünk, hogy ne valamilyen őrületes addikcióba meneküljünk, hanem megértsük, hogy mi ez a borzasztóan generalizált őrületes szorongás és őrület, amiben vagyunk. Oké, nézzünk a mélyére, oké, kezdjünk el egy kicsit magunkkal foglalkozni. Oké, nézzük meg, hogy mi a fene van emögött, mitől félek, mi van bennem, miért vagyok ebben az élethelyzetben, ebben a házasságban, a munkaviszonyban, bármiben. És akkor így vakon, tudod, így rohanunk, így átszaladunk, meghalunk, aztán a fene se tudja, hogy mennyit értünk meg ebből az egészből. De hogy így összerakod ezeket a mozaikokat, akkor egy nagyon jól érthető rendszerben vagyunk. Csak ez egy picit úgy ki kell nyitni a szemed, vagy egy kicsit kell tudatosodni szerintem. És ez nem egy egyszerű játék. Jó, Balázs, de ez azért meredek feltételezés, hogy, mert hogyha te azt állítod, hogy minden betegség lelki eredetű, tehát pszichoszomatikus, igen, akkor azt is állítod vele, hogy meg lehet gyógyítani, hogyha abból a lelki problémából te kiszakadsz, akkor a... Lehet rajta változtatni, meg lehet előzni, rendbe lehet tenni, hogy ne, persze. Ha van egy áttétes rákod, és az későn érted meg, hogy mi okozta, és mit kerültél el, vagy miben hazudtál, vagy mit folytottál el 30 évig, nem biztos, hogy már föl tudsz belőle állni. De az elfolytásaidat, az érzelmi világodat, a rendszeredet megérted a legelején, és azon változtatsz, akkor lehet, hogy nem jutsz el odáig, hogy fizikai szinten megjelenjen. Jó, amikor már... A határ, melyik betegséget tudod meggyógyítani úgy, hogy a lelki hát ez problémádat megoldod? Erre nincs egy eszencia. Nagyon sok, nagyon jó, Rüdger Dahlke-tól kezdve nagyon sok jó könyv van, hogy mit jelent fizikai szinten a betegség, mit jelent a férfiaknál egy aranyér, mit jelent a nőknél egy petefészek. Megnézed, és ezzel elkezdesz dolgozni. A betegség, ha már végstádiumban vagy, nem tudod. De minden egy pici elváltozással indul, minden egy pici diszharmóniával. És azt megtudod? Hát hogyne, persze. Ami nem azt jelenti, hogy nem leszünk beteg, és 90-100 év fogunk élni, de valójában igen. Tehát, hogyha csak ha azt nézed meg, hogy az emberek hány százaléka él önpusztító gondolatokkal, hogy az emberek hány százaléka valóban szereti magát, vagy nem, hogy mi az első mozdulatod, gondolatod reggel, vagy csak mit gondolsz magadról, amikor belenézel a tükörbe, hogy milyen viszonyban vagy saját magaddal, milyen viszonyban vagy saját testeddel, milyen viszonyban vagy saját tudatoddal, milyen viszonyban vagy azokkal az emberekkel, akik körülötted vannak, akkor rájövünk, ezért 80%-ban full vakon megyünk. És valójában még azt se kérdezzük meg magunktól, hogy ez a hang, ami a fejembe szól, az igazat mond, kell-e neki hinnem, jót mond rólam, vagy nem? Egész nap hallgatok rá, egész nap irányít. De mi a message? Mit mond? Hülye vagy? Önostorozó? Bántó gondolataim vannak? Kell hinnem annak, vagy nem kell? Jön egy érzés. Van vele dolgom? Hol volt az előbb? Nincs vele dolgom. Mi az?
honnan jött, mit érzek most, az előbb nem így voltam, mi teremtette. Szóval, hogy ezek azok, amin ha elindulsz, akkor egy picit rájössz, hogy azért itt nagyon izgalmas dolgok vannak a tudatban. És akkor elkezdesz ezzel egy kicsit dolgozni, elkezdesz a saját gondolataitól, érzelmeitől egy picit hátrébb lépni, ami nem azt jelenti, hogy nincs rossz lapod, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek problémáid, nekem is vannak, hallható a műsorban, látja a stáb, nem azt jelenti. Csak egy kicsit relativizálod, egy picit hátrébb lépsz, és úgy próbálod megoldani, hogy oké, ez egy állapot, itt vagyok, megcsinálom, de véges, és értem, hogy miért történik. Szóval, és az emberek nem nagyon azt látom, hogy nem csinálják. Nem értik. Ki a hang a fejedben? Mi a gondolat? Honnan jön? De ezt a meditációval éred el? A meditáció az csak egy pihenés, az egy lazítás. Ez 20 perc. De nincs, azt látom, hogy a legtöbb embernek, akik erről beszélek... Akkor ezt az utat hogy járod, Balázs? Nagyon-nagyon sok meditáció, nagyon-nagyon sok önidő, nagyon-nagyon sok önzés, amit a magadba fektetsz, mint energia, mint munka, amit mások nem értenek. De ez egy ugyanolyan hosszú, de ez én ugyanúgy járom. Meg az én idő, ez egyébként... Az önidő, én idő az ugyanaz. Nekem a 20 perc például... Dehogy is, nem. Hát attól függ, hogy mire fókuszálsz. Családod van, munkád van, hát, rengeteg... Ha kivitelezhetetlennek gondolod, és ezt így elmondod, akkor az igaz. Ha nincs 20 percet magadra, mert túlságosan elfoglalt vagy, akkor... Annyi van, de ez nem elég, annak az mondtad. Az oka, hogy túlságosan elfoglalt vagy. Ez ilyen egyszerű. De azt mondtad, hogy nem elég a 20 perc. A 20 perccel már nyert ügyed van. Ha leülsz 20 percet reggel, leülsz 20 percet este, minőségbeli változást tudsz elérni. És mit csinálsz? Imádkozol? Nem. Nem. Az ima sem rossz. Az ima sem rossz, ez egy technika. Amit csinálsz, ez egy TM, egy transzcendentális meditáció, az a technika lényege. De ez olyan, mint az agykontroll? Nagyon más. Az agykontroll az egy vizualizációs dolog, ott pont azok az agyi részek dolgoznak, ami a TM-ben nem dolgozik. A TM-ben egész egyszerűen csak lassítod a gondolataidat, van erre egy technikád. De kizárod a külvilágot ugyanúgy, mint amikor lemész alfába? Nem. Elfogadod, hogy ott van a külvilág. És azáltal, hogy elfogadod, azáltal zárod ki. Most azt mondom neked, hogy akkor ne kezdjél el gondolni egy rózsaszín elefántra, és mindent tegyél meg, hogy ne gondoljál, nem fogsz tudni másra gondolni. Nem, a meditáció nem ez. Egy nagyon egyszerű módszer, ami a nyugati embernek lett kitalálva, egy mantra, és a mantra segítségével lépkedsz vissza. És azáltal, hogy mondogatod a mantrát, azáltal lassul, majd megáll a gondolkodás. És milyen azáltal, érdekes, azzal is diszkriminálsz, hogy nyugati-keleti. Hát igen, persze, nagyon más. Nagyon más a kelet, és nagyon más a nyugat. De ha beteg vagy, akkor te egy meditációval, vagy több meditációval meg tudod magad gyógyítani? Nem, én azon dolgozom, hogy úgy legyen hosszú és minőségbeli életem, hogy ne legyenek azok a tipikus betegségeim, ami azért jön, mert nem dolgozol magadon. Tehát, hogy én nem a betegség ellen dolgozom. Influenza. Nagyon ritkán vagyok, nem vagyok. Jó, meg szaunázom, meg gőzbe megyek, ezt is csinálom, nem nagyon vagyok beteg. De hogy ez így... Orvosnál mikor voltál utoljára? Hát fogorvosnál, azzal nem tudok mit csinálni, az egy csont, tudod, ahhoz így el kell járni. De hogy ez így nem nagyon jellemző. De nincs ilyen, lekopogom. De ez mindenki... Covidos voltál például? Soha a büdös életben. Semmi. De beoltva be vagy? Be vagyok, igen, mert a feleségem rávet. És mondtam, oké, legyen, nyomjunk akkor kettőt. De se előtte, se utána semmi. Még csak egy hőemelkedés, se nem. De nem azt mondom, hogy soha azért... Soha nem is voltál beteg, nem volt mandulagyulladásod, semmilyen? Nem. És ez azt gondolod, hogy azért? Nem, dehogy is, nem. Gyerekkorban volt egy csomó minden hülyesége. Nem, én csak azt gondolom, hogy minél többet fektetsz jó, magadba... Jó, de akkor mi a garancia, hogy ezzel a módszerrel meg tudnád gyógyítani, hogyha olyan kurva szerencsés vagy, hogy az életedben nem neked semmi. Én nekem havonta van mandulagyulladásom, nincsen ez túlzás nyilván, okay. Tehát mindig van valami. Hol? Mi a torkod? Nekem két dolog szokott lenni, tehát hál' Istennek én sem vagyok beteges, de hogyha van, akkor ez a torokfájás, orrfájás, megfázás, a másik hasmenés. Tehát hogy ez, általában ez a kettő. Hát a hasmenés az teljesen egyértelműen az idegrendszered ottyom van, nem így működik, ez kóklerség lenne. Ez nem így működik, de megnézed a torkot, megnézed, hogy mi az, amit kimondasz, hogy nem mondasz, hogy ott milyen energiák vannak, hogy ott milyen blokkok vannak, hogy kimondasz-e mindent, amit érzel. Megmondod de minden embernek, ordogulás, akkor inkább menjünk feljebb egy picit, ordogulás. De hogy hirtelen a torokat rinitis, már meleg lett a téma, mi? Hogy oké, nézzük meg akkor, milyen minőségű kapcsolatokat üzemeltetsz, kinek mit mondasz, kimondod, vagy nem mondod, tudod? Mondja még a jósok is, hogy a torok fontos, nagyon fontos, tényleg, hát az a beszédközpontot, ott képzel valamit, ott elfolythatsz, lenyelhetsz. Tehát, hogy ezek azért a műhide, hogy működnek, de nem ilyen spiri közhelyek egész egyszerűen, csak egy nagyon egyszerű lehetőségünk lenne arra, hogy a betegségeink 80%-át elkerüljük. És ez nem azt jelenti, hogyha van egy egyértelmű genetikai, nem tudom, örökletességed, vagy egy DNS-beli örökletességed, egy rák, és akkor azt el tudod kerülni, nem erről beszélek. De a mentális állapot, a mentális pihentség, a tudatod, és annak a valamilyen szintű tisztántartása,
az megjelenik a fizikai testben, az megjelenik energetikában, az aztán szépen lassan oldódik. És a meditációval nem csinálsz más semmit, csak oldódsz. Oldódsz, pihensz. Mire gondolsz? Semmire. Nincs gondolat. És valójában nincs gondolat, egy olyan mélyre... Hát akkor elalszol. Tessék? Nem, mert ott van a mantra, ami viszont nem hagy elaludni. Jó, de akkor mi a mantra szövege? Azt nem mondom meg. Az el kell menni elvégezni a tévet. Tudok egy jó tanár. Olcsó lehet tudsz venni. Nem, szóval nem, ez nem, nem, én nem tudom neked ezt átadni. Tehát ezt Maharishi úgy találta ki, hogyha magadnak fontos vagy, és szánsz magadra 4x2 órát, akkor menj el és tanuld meg. Az ember elmegy. A nyugati 2 óra egyébként. Meg tudod tanulni. A nyugati ember el is megy, ki is fizeti, aztán ott elmúlik a lelkesedés, elmúlik az újszerűség, és az ego megint valami mást kerest, hogy kielégüljön. Ebben pont nincs semmi. Ebben pont van egy nagyon mély csönd, pont van egy nagyon nagy boldogság, pont van egy nagyon mély összeszedett állapot, amitől valamit a 8 órát aludnál. Viszont ez olyan szinten kondicionál, hogy utána valahogy teljesen más minőségben kezdesz el létezni, élni, a problémáidra tekinteni. Minden egy kicsit relativizálódik, mindentől egy kicsit hátra tudsz lépni, mindentől egy kicsit azt mondod, oké, itt van, meg fogom oldani, vagyok fáradt, vagyok nyűgös, vannak problémáim, de tudom, hogy azért ez csak egy állapot, ami jön és megy és elmúlik. Tudod? Tehát, hogy megváltozik a viszonyrendszered azokkal az érzelmekkel, problémákkal, emberekkel, akivel mozogsz. Nem azt jelenti, hogy nincs. Ez nem egy megvilágosodott állapot. Könnyű ott valahol a barlangban, nem ezt jelenti. Fizikai létben vagy itt vagy. Csak ezzel dolgozni kell, és meghálálja a fizikai tested, meghálálja az elméd, meghálálja a tudatod. Nagyon érdekes. Csak valahogy mi inkább könyvek formájában, gyógyszerek formájában, tudod, egyszerű, gyorsan fogyasztható kézdolgok formájában akarunk mindentől megszabadulni. De nem, melót kell tenni. Ez meló. Bele kell tenni a melót, akkor fogsz haladni. Azt komolyan gondolod, hogy például a Covidot a nyugati globalista világhatalom szabadította ránk? Ezt az előző vendég mondta, vagy a következő fogja a kisbe? Ez még valami lenyomat az előző vendégből? Nem, én azt gondolom, hogy azért ez a Covid-dal sem stimmel valami. Tehát, hogy én szeretem ezeket az összeesküvés elméleteket, de nem ilyen nagyon hangzatosan mondani, hogy akkor úristét, de biztos Bill Gates. De ezt a rádióban is nagyon hangzatosan mondod. Figyelj, az egész Covid-dal azért nagyon nem stimmel valami. Nagyon nem stimmel valami. A chemtrail az még a klasszban volt egy borzasztó nagy marhulás, amikor a Janit és a Ferit akartam magammal rángatni ebbe az egyet. De akkor ebben nem hiszel. A chemtrailben nem, ott az valahogy egy kicsit rajta maradt, és repülőgép analógiákat és útvonalakat hoztam nekik, és videókat elemezkeztük. De akkor szívattad őket? Nem, egy kicsit úgy azért úgy tetszett az elgondolás, meg egy idő után már annyira idegesítettem őket, hogy minden arról szólt, hogy chemtrail. De ezt tudod, hogy nagyon sok ember azt mondta... Megcáfolták már, meg persze. Igen, megcáfolták, de egy csomó embernek ott... Te voltál a benchmark, a Jézus kézulási alap, és Jézus de Mária. A Sebestyén Balázs is. Jézus, igen, ezzel azért akkor, igen, az kicsit rám éget, de nem, ez egyáltalán nem baj. Nem, nekem a Covid-dal csak, a Covid-dal valami nem oké, nem fogunk rájönni soha, hogy mi nem. De azért az, hogy ilyen szinten meg lettél ijesztve, hogy ilyen szinten bezárt. De nem, ez elszabadult Wuhanból egy vírus. Hát elszabadult Wuhanból egy laboratóriumból, én nem azt mondom, egy vírus, hogy, én nem ezt azt mondom, az amerikaiak elmondták. Én nem azt mondom, hogy nem ez történt, én csak azt mondom, hogy... De te nem hogy... hiszel magában a vírusban? Dehogy nem. Nem azt mondom, hogy nincs Covid. Én nem azt mondom, nekem dőltek el balra-jobbra barátaim, volt olyan ismerős, volt olyan rokon, aki még csak föl se állt belőle, tehát hogy nagyon nagy butaság lenne, aki azt, hogy nincs. Itt ugye az izgalmas az volt, hogy nem tudtad, milyen lapot húzol, hogy te úgy reagálsz rá, hogy átmegy rajtad, miközben kettővel kés oldalt meg a barátod fölött, hogy figyelj, na az van, hogy most nem kapok levegőt, és iszonyat para van, és most az van, hogy be kell menne. Nem ezt mondom, valahogy ez az egész, ahogy elindult, ami lett belőle, amilyen borzasztó gazdasági beborulás volt, ahányan elvesztették az egzisztenciájukat, az állásukat, amilyen átrendeződést okozott, azt mondom, hogy amivé lett, és amilyen turbulens időszakban bepörgettük magunkat, és végén eljutottunk oda, hogy valaki, akinek egyébként kemót kellett volna kapni, vagy kezelésre mennie, már az egészségügy is elárult az meg, és azt mondja, nem jöhetsz, nem fogunk ellátni, nincs kezelés, nem fogod megkapni azokat a gyógyszereket, nem jöhetsz be. Halottaktól nem tudtunk úgy elbúcsúzni, hogy bemenjél hozzá, és úgy haltak meg magányosan, kézfogás nélkül az emberek egyedül Covid-ban, hogy nem tudtál oda menni az anyának, az apádnak, a nagyapádnak megfogni a kezét, és azt mondani, hogy köszönök mindent, mert nem engedtek be. Tehát valami olyan méltatlan dolgot kanyarítottunk belőle, és valami olyan hisztériát, ami nem azt mondom, hogy nem volt, és nem azt mondom, hogy nem haltak benne emberek meg, de hogy valamiért, valamilyen okból azért ez nagyon durván túl lett pörgetve, nagyon pszichotikus állapotba került mindenki, de és este 10 órakor tekesek álltak a szélkámentést, mondtad, hogy igen, hazamegyek, mert akkor a Covid este támad. Borzasztóan manipulálható az ember, borzasztóan érzékeny a tudata, borzasztóan megijesztettek bennünket, és onnantól kezdve, hogy megijesztenek, onnantól kezdve irányítható vagy, onnantól kezdve egy kicsit azért a szabadsági jogaid megnyilválhatóak, és én nem azt mondom, hogy felkészülés volt valami nagyobb, tessék? Nem ismerték magát a vírust, ezért ijedtek meg, és hirtelen túlterhelt lett az egészségügy, tele lettek a kórházak, és nyilvánvalóan akkor meg kellett lépni különböző lépéseket. Én semmiféle összeesküvés elméletet itt én tudok.
Én ezt nem vitatom, nagyon komoly közgazdászok mondják már azt, hogy egyébként ahányan ebben mellékesen belehaltak, öngyilkosok lettek az elzárásnak, az egzisztenciálveszítésnek, sokkal többet vesztettünk azzal, mint ahányan valóban meghaltak Covid-ban. Tudod? Tehát, hogy azért tehát a számokat úgy kellett volna kezelni, mint most, azt gondolom? Hát most már azért egy nagyon gyenge influenzává redukálódott. Én nem tudom, én nem vagyok orvos, nem vagyok virológus. Nagyon érdekes volt látni azt a fajta őrületet, hogy idős emberekhez nem megyünk át karácsonykor, hogy laptopon karácsonyozunk, hogy vizes palackokkal a fejünkön járkálunk, hogy nehogy túléljük, vagy nehogy elkapjuk. Szóval, hogy az ember azért egy nagyon érdekes lény, akit ha nagyon megijesztenek, akkor nagyon könnyen, nagyon jól manipulálhatóvá, irányíthatóvá válik. És onnantól kezdve, hogy megijeszted, megosztod, onnantól kezdve azért nagyon szépen tudsz ezzel a masszával rendelkezni. Tudod? És én azért azt látom, hogy a Covid az érdekesen megmondta, hogy hova utazhatsz, hogy mit csinálhatsz, hogy hányra kell otthon lenned, de hogy teremtett azért egy szép új világot, ahol én nagyon megijesztelek téged, és azt mondom neked, hogy ha viszont jó fiú vagy, lemondasz a jogaidról, és azt csinálod, amit én mondok, akkor viszont én megvédelek attól a valós vagy valótlan veszélytől, ami van. Viszont neked azt kell csinálni, amit én mondok. És azért, amit látsz Kínában, és a mesterséges intelligenciával, ahogy épül, és amilyen szinten lemondunk minden adatunkról, és dobjuk oda, és válunk egyre inkább irányíthatóvá és manipulálhatóvá, az szerintem azért hosszú távon egy nagyon csúnya világot eredményez, ahol az egyén egy kicsit elszürkülve a saját adatait, identitását bedobja valami nagy közösbe, irányíthatóvá és elszámoltathatóvá válik, viszont annak ezen gondolom, hogy mit gondoljál, hogy gondolkozzál, hogy hova tedd az X-et, hogy mit csináljál, mert az én kezemben vagy. Ezek nagyon érdekes dolgok, és azért a Covid ezt nagyon szépen megmutatta, hogy borzasztó sérülékenyek vagyunk mentálisan. Igen, de ez borzasztó... nagyon logikus, Balázs, tehát azért kellett távolságot tartani, és azért kellett otthon maradni, hogy ne kontaktáljál, ne találkozzál olyan emberrel, aki esetleg fertőzött. Persze, én ezt abszolút... Emögött én nem érzek semmilyen összeesküvést. Aha, nem tudom, hát akkor ezt egy picit... Nyilván az más kérdés, hogy ugye a gyógyszerlobbi milyen szinten indult el, és aztán ment a verseny, hogy Pfizer, Moderna, kínai, vagy Astra, és akkor aztán... Vagy a Sputnik, hogy miben mi van, tudod. Igen, de hogy azért... az más kérdés. Ott abban egyrészt volt politika, nyilván, és nagyon erős lobby. Figyelj, volt politika, de azért beszélsz orvosokkal, hogy hány sztrókos van, hogy milyen durván megnőtt, hogy hány nő nem menstruál, hogy mennyi minden megváltozott a szervezetben. Hogy a COVID nyilván miatt, egy csomó mindenről nyilvánosan nem beszéltnek, de hogy az oltások valójában mit okoznak, hogy ezeket azért hogy dobták rá az emberekre, milyen kevés tesztidővel, hogyan dobtuk oda magunkat, és oltattunk be magunkat azért úgy, hogy valójában a kérdéseket sem nagyon mertünk feltenni, mert meg voltunk ijesztve. Ezért ez hosszú távon valószínűleg ki fog derülni, hogy azért itt nagyon csúnya turpiságú voltak, és nem azt mondom, hogy nem az volt a cél, hogy megmeneküljünk, meg ne halljunk meg, de azért egy ilyen nagy emberkísérlet szaga és jellege volt ennek az egésznek, borzasztó időszak ez elmúlt 2 év. Mentálisan az emberek beszorulva, rájuk ömölve mindenfajta őrület, amit elnyomtak a tudatukban, hirtelen 4 fal között nem voltak a levezetőrendszerek, tudod, szóval, hogy így, ez egy is egy izgalmas állapot volt. Én fura módon nagyon szerettem. Szerettem a csendet, hogy a családdal vagy, hogy nem kell sehol menni, hogy nagyon otthon vagy, hogy nagyon együtt vagytok. Nekünk hozott egy ilyen nagyon békés együttélést vagy együttlétet. Úgyhogy nekem ez egy kifejezetten hasznos időszak volt. Fura, mert azért azt mondta Covid-ra, hogy te jól érezted magadnak, meg is lincselnek. Jól érezted magad, miközben más meg. Persze haldoklott, megértem, borzasztó, de mi ott azt valahogy nagyon jól éltük meg. Meg nagyon csend volt, meg nagyon nyugi volt, az jó volt. Nagyon sok prána nadi mester azt állítja, hogy nem kell a jelenlét ahhoz, hogy mondjuk meg tudjon gyógyítani. Ebben te hiszel? Hogy? Ebben a távgyógyításban. Hogy ő arra koncentrál, hogy te meggyógyulj, te is akkor ugyanabban az időben koncentrálsz, és akkor meggyógyulsz. Ezek nagyon bonyolult rendszerek, nagyon nehéz ezt nyugati fejjel elképzelni. Nagyon sok mindenre képesek ott, amit vagy cirkuszi mutatványnak gondolunk, vagy azzá redukálódott, vagy ilyen furán, ha beszélsz, akkor kicsit ilyen Pataki Attilás UFO-s jelleggel nézek rá, hogy csávó totál kattant. Igen, azért Tibetben, Nepálban, Indiában azért nagyon sok mindent tudnak. Az ember felépítéséről, a meridiánokról, a csakrákról, az energetikai rendszerről, és arról, hogy a tudatod valójában nem más, mint ugyanolyan energia. Innentől kezdve viszont az energia az nem térhez és időhöz kötött, hogy tudsz gyógyítani, hogy tudsz energiát küldeni, persze. De erről azért nem szoktam nagyon beszélni, meg azért nem nagyon szeretek, mert itt valamilyen nagyon fura uralátás és horoszkóp szintjére ment ez az egész, és nagyon-nagyon közhelyesnek tűnik, igen. Én azért láttam Nepálban is, meg láttam itthoni mesterektől is egészen érdekes dolgokat. Ami azért egy kicsit Nepálban? A fizikai világon túl van. Voltam Nepálban, igen. 2 évvel ezelőtt, igen, voltam beavatásokon, kolostorokban, igen. Beavatáson? Igen, hát ezek különböző, igen. Ezek amikor kapsz egy mantrát, vagy amikor megáldanak téged, vagy amikor együtt meditálsz velük, vagy részt veszel egy egész napos szertartáson, vagy amikor együtt énekelsz velük, vagy amikor csak csinálnak rajtad egy tisztítást. Szóval ezek nagyon izgi dolgok, de
De ehhez azért kell ezt a... De beálltál énekelni a szerzetesekhez. Hát ez ilyenkor mantrázol, ilyenkor énekelsz, persze, ott vagy, ott voltunk, reggel 5-re voltunk Kolostorokban, ott voltunk egész mutatsz nap. Egy dalt, most így tessék, egy dalt ezek, mutatsz, nem, mi fogok itt neked énekelni. Nem. De hogy maga az ének, maga a mantra, hogy az finom energetikai szinten mit okoz, hogy azzal, hogy gyógyítanak, ez egészen felfoghatatlan. Olyan komplex tudás, aminek mi csak így részeit szedegetjük össze. De mi nagyon érdekesük, nem azt mondják, hogy mi mások vagyunk. Ő azt mondja, hogy itt vagyok nagyon más. És az, hogy itt vagyok nagyon más, megkérdeztem, pont egy ilyen női apát volt ott egy kolostorban, hogy miben különbözünk. És azt mondta, hogy valami most semmiben. De mondom, ne csináld, hát azért itt éltek, meditáltak, és azért egy nagyon fontos különbség van, az itt van bent. Hogy ők hogyan gondolkoznak a tudatról, az életről, hogyan meditálnak, mennyit meditálnak, és azzal aztán hogy lépnek ki a saját testükből. Kívülről mindenki egyformának tűnik, de azért az a belső munka, amit elvégeznek, az egészen elképesztő. Hogy tudja megcsinálni egy szerzetes, hogy kiültetik mínusz 20 fokból, magára teker egy hideg lepedőt, és csak a belső hővel. Oké, de miért jó ez? Tessék? De miért jó ez? Mert olyan szinten uralod az elemeket, olyan szinten tudod, hogy mi a földelem, hogy mi a tűzelem, hogy milyen, az ember milyen elemekből áll, hogy hányfajta elemből állsz össze, hogy az hogy tudod kontrollálni, hogy az elem eltolódás, hogy a tűzelem, vagy a vízelem eltolódás, az fizikai szinten egyébként a testedben mit okoz, ha túlműködik a tűz, vagy a víz. Jó, hogy ezeket hogy tudod harmonizálni. Hogy tudod harmonizálni. Ez csak egy talán egy nyugati embernek született mutatvány, hogy ő betekeri a törölközőt, olyan belső hőt, úgy bánik a tűzelemmel, úgy melegíti fel magát, hogy valójában megszárítja magán a vizes lepedőt, hogy ez micsoda képesség, hogy micsoda energetikai rendszer, micsoda tudás, gondold. De miért meg tudja szárítani? Ja, simán, hát ennél ők nagyon durva. Simán. Persze, igen, ez egy meditáció. De egy olyat technika. Láttál már, hogy valaki például manifestál, követ? Ilyen is van Magyarországon. De láttál is. Ilyen? Igen, persze. Előtted valaki? Igen. Követ teremtett? Igen. Miből a semmiből? Hát ez egy jó kérdés, hogy mi a semmi, tudod? Van-e olyan? Hát így most, amit mi semminek látunk. Vagy volt valami por a kezében, ami megszilárdult. Összeállt, granulátum, tudod, igen. Amit régen ittunk, ilyen italpor, tudod. Persze, abszolút volt. Még a vágót is elvittem, de ezt már annyian elmeséltem, hogy már nem akarom elmesélni. Még a Pistát is elvittem. Mit adott neked egyébként ez? Hogy kimentél Nepálba? Ez egy jó volt, egy egyhetes túra volt, nagyon, nagyon szerettem volna eljutni. Én szeretnék még elmenni Indiába, szóval nagyon érdekel. A kelet valahogy ott a titok szerintem, hogy semmiük nincs, és valami olyan belső harmóniával sugározzák a jólétet, hogy el tudsz menni Nepálba, Katmandúba egy olyan helyre, ahol meggyújtják a saját halottaikat, és elégetik, és megnézed. Én nem mehettem volna be, csak bevittek, mert turisták azon nem mehetnek. Persze, nagyon érdekelt. Hát körbeállják. Hívják, itt is van. Hát csak itt az ANTS lehet, hogy sikoltozna egy kicsit, vagy nem tudom, körbeállják. De miért ott végignézted, hogy elégettek egy halottat? Egymás mellett égnek a fákják, persze, mágiát raknak. Persze, és talán azt, hogy belengedik a folyóba. Képzeld, hogy valaki a Megyeri hidát belengedi a Dunába, hogy lenne sikoltozás. Hogyne? Hát minél inkább érted, vagy a részese. De miért érdekelt ezt? Tessék? Miért érdekelt ezt? Hát mert látni akartam. És amikor az ember egy kicsit elkezd elégni, tudtad, akkor a csontok és az inak, ahogy száradnak, így fölül. És fölül a halott. Egészen durva. Nagyon mágikus. Minél inkább dolgozol azon, hogy ez veled is megtörténik, annál inkább rájössz, hogy nincs időd. És minél inkább rájössz, hogy nincs időd, annál inkább más minőségben kezded el élni az életedet, mert mindennapi picit eszedbe jut, hogy nincs időd. És a nyugati ember itt hibázik nagyon. De ott mindenkit elhamvasztanak? Igen, ott akik annak a vallásnak megfelelően azokkal a temetési eltartáson, Katmandu azért egy ilyen nagy vallási olvasztó tége. De igen, engedik. Ki van jelölve egy hely, lefektetik, virágokkal rakják, tőle bődületes nagy sírás, énekelnek, nagyon szép. És a végén a hozzátartozó, az apa, az anya, a gyermek, vagy tényleg a szülő, az meggyújtja. És akkor ott megvárják, amíg tulajdonképpen elég ruhába felöltöztetve virágokkal, egészen durván megható. Tudod, de hogyha minden nap elmondod magadnak, hogy nincs időd, ha minden nap rájössz arra és emlékezteted magad, hogy ez veled is megtörténik, annál minőségibb az, amit létre tudsz hozni és amit tudsz teremteni. Annál minőségibb, hiszen annál elevenebb. Hiszen tudod, hogy egyszer csak nincs. Lehet, hogy holnap, lehet, hogy egy hét múlva. Mi az az elevenség, amit a nyugati embernek meg kell ragadni ezt? Hogy valamikor nem leszel. Hát ha most kimész úgy, hogy holnap nem vagy, gondold el az utolsó napodat, hogy ízlene az a vacsora, hogy örülnél még egy naplementének, hogy élnéd meg ezt a egészet, hogy tudod, hogy holnap nem vagy. Csak kicsit megengedjük azt a luxust, hogy úgy is leszek. Aztán 10-ből 5 nem biztos, hogy lesz. Tudod? És ez a halállal való munka. Ez az, hogy elmész és azt megnézed. És erre rájössz. És az a mágián való égetés, annak a szaga, az illata, a gyönyörűsége, az egy nagyon durva élmény. De van Varanasi Indiában, oda is szeretnék elmenni. Ott folyamatosan égetik a halottakat, és meggyújtják, és akkor belőkik a Gangesbe, és akkor ott úgy megsiratják őket. Milyen szép. Milyen szép viszonyban vannak az elmúlással és a halállal. Nem mennyivel természetesebb emberi elmúlás, hogy egy gyerek
meggyújtja az apja mágiáját. Nem egy koporsóba viszik el virasztás nélkül, teszik le valahova, és nem tudod, hogy benne van ebbe az urnába, amit kapsz, vagy nem, hanem te a gyásszal, az elégetéssel, a hamvasztással előtted átadod, és az energetikai rendszerét átadod valami más energetikai rendszerben. Nem ez segít hozzá a feldolgozáshoz, nem ez segít a lezáráshoz, segít az, hogy egyébként 4 óra múlva elviszik egy koporsóba, és nem nagyon tudod, hogy mi van? Nem. Csak nem vagyunk jóban, nem érti a nyugati ember a halált. Ha nagyon szerencséd van, egy kórházba kinyitnak egy ablakot, mert ott egy nővér vágja, hogy akkor a lélek ott távozni tud. Nem is tudsz ott lenni. Nem is vagy, nem is fogod a kezét, nem is de vagy mellette valójában. De miért gondolod, hogy a lélek az csak egy ablakon keresztül tud? Ez csak egy szokás kórházakban, hogy azt gondolják, hogy a lélek az ablakon keresztül távozik. A lélek nagy csibész, a lélek nem az ablakon keresztül távozik. De ez csak egy szokás. Szóval, hogy ez lenne a nyugati ember feladata. De ezekben egyébként te azt is elhiszed, hogy lehet a halottakkal kommunikálni? Nem, nincs ilyen. Nincs. De miért ne lehetne? Vannak olyan emberek, szólaltak meg. Miért ne lehetne? Tehát ha a lelked fölmegy a létközbe, vagy nem tudom hová pontosan. Hogy, ez megint meggyőződés kérdés, hogy ki mit gondol, hogy ki mit hisz, igen. De akkor miért nem fogadod azt el? Én elfogadom. Nagyon jó képességű médiumok vannak, akik tudnak. És ha te akarsz, mondjuk a halottaidat? Nem is próbálod soha meg. Nem is volt, nem. Nem is érzed azt, hogy ott van vele? Nem, kollégiumban szellemet idéztük, és összeszartuk magunkat, amikor elfordult a könyv valami, és rohantunk, hogy itt van Jézusom, tudod. Nincs így dolgod, azt bízd profikra. Vannak Magyarország is, nagyok, nekünk a rádióban is egy csomószor megszólalnak. Olyanok, akik tényleg is elmész hozzá, lever a víz. Tudok, el tudlak küldeni egy olyat, hogy le fog verni a víz. Föl fog szívni, nagyon meleg. Nagyon meleg. Volt egy barátnőm, és szerintem nem volt hosszú, egy pár hétig tartott a kapcsolat, és ő elmentem érte, és az autóban mondja, hogy hát valamit szeretnék mondani. És mondom, hogy igen, hogy itt hárman vagyunk. Mondom, atya, úristen. Itt ül az anyám mögöttem. Nem. Mama, mit csinál? Megint nagyon mérges. De akkor mondom, figyelj, még le se feküdtünk, terhes nem lehet. És akkor mondom, hogy mire gondolsz? Igen, most már nem is fogunk. És mondja, hogy hát a nagymamám, a Klári mama itt van a vállamon. Ó, mama, milyen lelkes. Mondom, és jön velünk be hozzánk. Szóval... És mi van ott volt? Mi van azt mondod, hogy kislányom, látom, mit csinálsz, hát ezzel a Hajdúpertivel ne kezdjél, nagy kóklen. Tehát ezeket egyébként elfogadod, hogy micsoda, hogy ott ült a Klária velem? Rátapadhat egy szellem? Azért nem mondok erre semmit, mert látom magam egy ilyen best címlapon, tudod, vagy sztori címlapon, Balázs elfogadja, hogy Klária vállán, hogy Marika névnek. Isten őriz, én annyiszor égettem így meg magam, hogy én erről nem akarok. Nem, a szellemeknek ott van a jó helyük, ahol van. Ha halott látóhoz mész, tudok jót küldeni, nincs dolgunk úgy nagyon szerintem. De hiszel a halott látóknak? Tessék? Hiszel a halott látóknak? Én el tudlak olyanhoz küldeni, hogy föl fogsz utána hívni, hogy figyelj Balázs, ez tényleg nagyon durva. Nem mesélek egy történetet, egy nagyon durva történetet. Képzeld el, én nem hiszek a halottlátóknak, és pont Verki Krisztián halálát követően Kiskató nevű halottlátó elmondta mindenhol, hogy nekem üzen Verki Krisztián ezt az üzenetet. Igen, add vissza a Porsche Cayenne kulcsát. Na várjál, és képzeld el, otthon vagyunk Esztivel, nem tudom, meghalt a Verki pénteken, ez meg szerdán volt, pár nappal később, és a tévé előtt elaludtunk, nyitva volt a teraszajtó. És egy ilyen csörömpör, egy ilyen fura zajra, mindenketten felébredtünk. Hallottad? Igen. Jó. Oké. 10 perc múlva megint. És lementem, mert van alul egy gépház, mondom, hogy biztos onnan jött valami, de van egy ilyen kis konditeremszerűségünk, van benne egy futógép, meg egy kondigép. A kondigépet 9 éve vettük, nem viccelek, soha nem használtuk. Van egy ilyen kis... Várj, van egy ilyen kijelzője. Igen. Mondom, 9 éve nem használtuk, csak a futógépet szoktuk. Bementem a gépházba. És mondom, hogy nem, de volt valami ilyen alapzúgás. És mondom, hogy nem tudom mi ez. És mondja az Eszti, hogy a kondigép zúg, na jól van, megyek fel a gyerekhez. Oké. Mondom, akkor biztos az elem, kiszedem belőle az elemet. Elkezdtem hátulról szétszedni azt a kis kijelzőt. De nem tudtam. És figyelj, és esküszöm, hogy így történt. Előre jöttem, és amikor a kvarc órában vannak ezek a, igen, ezek a betűk, és az volt írva, hogy Berki. És szóltam az Esztinek, hogy gyere le. Mi van? Gyere le. Lejött, és felsikított. Elkezdett sikítani. Azt mondta, hogy azonnal menjünk el innen. Úgyhogy egyikünk sem hisz ebben. És képzeld el, Kovács Magyar Andrást ismerem, ő az, aki állítólag el tud engedni, hívják a világ különböző pontjára, el tud engedni szellemeket, és felhívtam őt telefonon, hogy fiandást, ne nézd hülyének, esküszöm ezt. Petikén már egy picit megnézem, és akkor nem tudom, milyen szertartással megnézte, és azt mondta, hogy ott van veletek a
Krisztián. De bele volt írva, hogy a kis Berki? Úgy volt, hogy B, ahogy így szétesik kvarc, Berk, és az I betű az meg, amikor ilyen két sorban így összeesik a kvarc. És az Eszti mondta, hogy de menjünk el, mert fél. És mondta az András, hogy Peti, ha értem jössz, akkor én elengedem. És képzeld el, hogy én elmentem Nagykovácsival, akik elmentem éjjel 11-kor, közben felhívtam egy barátomat telefonon, ő azt mondta, hogy ez biztos, hogy így van, de mondom, figyelj, de ilyet én még nem láttam, de ezt el kell hinned, ez egy ilyen, na mondom, oké. Közben visszamentünk az Esztinek, ott volt már a barátnője meg a férje, és álltak a sarokba, úgy féltek, hogy mi fog történni. És kijött az András, Kovács Magyar András, lementünk, és mondta, hogy érezni fogunk egy ilyen meleget, és így, hogy így kimérte, oda mentünk, bebeszéltük magunkat, biztos, hogy tényleg ott melegebb volt a levegő, és akkor meggyújtott egy gyertyát, mondott egy-két dolgot, és elment. De ez annyira félelmetes volt, ez az egész történet, és azt mondta nekem Kovács Magyar András, hogy ez azért van, hogy nekem tudomásul kell venni, hogy a szellemileg igenis létezik, ez egy ilyen üzenet volt, és hogy a Krisztián nem tudott elmenni, és ő engedte el. Szóval ez egy nagyon-nagyon durva történet, és kérdeztem, de miért hozzám jött? És mondta, hogy azért, mert egyébként tök hülye a sztori, tényleg lumbágon volt életemben először, és én az Andráshoz jártam, és annak idén a FEM 3 csatornán a reggeli műsorban a Berki műsorvezető volt, és az Andrással pont a szellemek elengedéséről beszélgetett, és azt mondta, hogy azért, mert tudta, hogy ő el tudja engedni, és ő itt rekedt, és hogy így üzent rajtam keresztül, hogy ő szeretne távozni. Tehát ez nagyon fura, mert ez most a második ilyen élményem, és ez most veled kapcsolatos, hogy nem azt mondom, hogy megpróbálsz meggyőzni, Isten de hogy arról beszélsz, hogy igenis létezik a szellemvilág. Nem akarnak, dehogy is, én nem akarnak meggyőzni, tényleg. Szerintem ezek a történetek is nagyon tök jók és hitelesek. Én nagyon régen azon túl vagyok, hogy bárki győzködjek, dehogy is, nem. De akkor te hiszel a szellemvilágban. Én abban hiszek, hogy valójában a tudat az örök. Tehát, hogy a tudat az nem, se nem létezik, se nem születik, se nem hal meg. Tehát az egy energia, a tudat. A tudat az létrehozza az agyat, amin keresztül ki tudja magát fejezni, a tudat nem tud elmúlni, a tudat nem tud eltűnni. Van egy energetikai átrendeződés, van egy váltás, amikor is egy fizikai világból valóban átlépsz, majd újra visszajössz. A tudat az nem úgy működik, hogy az csak úgy egyszer, csak úgy nincs. A fizikai lét, a forma bomlik. A tudat az örök. Én a formának hívom mondjuk a ragaszkodásunkat a testhez, a hajunkhoz, az egónkhoz, a személyisünkhöz, az lebomlik, az eltűnik. Maga a tudat, azt mondhatod, lélek, szellem, tudat, bárminek sokféleképpen hívhatjuk, az nem tud eltűnni, ahogy nem is tud megszületni, meg nem is tud meghalni. Ez egy állandó, folyamatos rezgés, egy olyan energia, ami aztán megérkezik ide a fizikai világba, a forma világba, ahol eljátszik a teremtéssel, ahol létrehoz bizonyos dolgokat, ahol megtapasztalja egy kicsit önmagát, és mint egy színész, egy színpadon, én nagyon klasszul eljátszik 50-60 évet, és közben tanul és tapasztal, de a tudat igazából a fizikai világon keresztül tudja megtapasztalni önmagát. A tudat önmagában nem tud tapasztalni fizikai síkon, fizikai köpenyt, öltönyt, ruhát kell felvenni, az maga a test. És ez a 40-50 évet, vagy a 60 évet, meg maga a színdarab, amit létrehozol, amit teremtesz, és utána a tudat azt mondja, hogy elég volt. Milyen unalmas lenne 5-600 évig ugyanabban a testben, ugyanazzal a tudatállapottal. 40-50-60 évre kész a struktúrád, 500 évig ugyanúgy gondolkodnál, 500 évig ugyanazt szeretnéd, 500 évig ugyanolyan benyomásod lennének. Ennél ravaszabb a történet, azt mondja, hogy 60-80 év, megjelenik a jótékony homály, a fátyol jössz újra, ha kis szerencséd van, nem emlékszel arra, hogy az előző életed van, tiszta lappal újra tapasztalsz, újra teremtesz, újra mozogsz egy kicsit és játszol a fizikai világban, majd újra azt mondta, hogy oké, elég volt, megtanultam, amit meg kellett, vagy éppen nem. Tehát ez benne a nagy játék, maga a szabad akarat. Megtanulom, amiért jöttem, végigcsinálom, van egy vállalása mindenkinek, fura módon neked is, mindannyiunknak, amiért leszületünk a fizikai világba. Hogy azt erre arra rájössz, hogy ezt te megtanulod-e, meghaladod-e, az a nagy kérdés, és ez a játék lényege. Hogy mindenki egy picit vállal, hogy ezt most megtapasztalom, ezt most megtanulom, ezt most végrehajtom, ezt most megcsinálom. És 60-70 év után pedig a tudat azt mondja, hogy rendben van, nézzük meg, hogy hova jutottunk. Jobb ember lettem, jobb világot teremtettem, megértettem valamit ebből az egészből, vagy csak úgy élveztem. A jó játék, hogy az sem baj, ha csak élvezed.
Nincs baj. A szabad akarat pont erről szól, hogy mit csinálsz valójában ezzel a 70 évvel. Nem tudsz igazán rosszul csinálni. Akkor azt mondod, hogy ilyen életet választottál, nem váltottad be, amire jöttél. Szóval, hogy nincs jó vagy rossz, nincs büntetés, nincs, hogy te valamit elhibázol. Maga a tapasztalás és maga a tapasztalat, amiért érkezel, és amiért ezt a 60-70 évet ezt így szépen letolod. Nézd meg, milyen izgalmas játszótér a Föld. Nézd meg, hány helyre tudsz születni, hány fajta gazdasági helyzetben, hány környezetben, ha megnézed Afrikát, Ázsiát, Európát, Amerikát, milyen izgalmas, nagy olvasztó tégely. A lélek pontosan tudja, hogy hova akar jönni, kikkel. A saját gyereked is választ összehoz, hozzád érkezik, tőled akar valamit megtanulni. Ezek azért nagyon fontos kapcsolódások, szövetségek, amik nem véletlenül jönnek létre. Ez a játék, hogy ebből ki mit tud kihozni, vagy ki mit ért meg belőlem. De mondom, akkor sincsen semmi baj, ha valaki elutasítja, vagy nem hisz benne. Igazából nem ez a lényeg. Az csak egy homály, ami ott van rajtad, és nem emlékszel arra, hogy mi volt előtte. De neked fontos, hogy edukáld az embereket? Nem, egyáltalán nem. Én nagyon szeretek erről beszélni, meg nagyon izgat, meg nagyon érdekesnek tartom ezt a játékot. De nem csinálok podcasteket, meg nem beszélek erről. Rádióban is csak játékos formában, amennyire a két srác az hagyja. De általában sikító frász kapnak, és kirohannak. Nem kirohannak. Azt hagyjam abba, és ne, reggel, nem elkapcsolnak. Közben azért ez nem teljesen így van, de én ezért nem haragszom. Ott az a lényeg, hogy szórakoztassunk, meg nem essünk, tudod. Nem kell. Majd, ha lesz egy olyan platform, vagy ha csinálok, akkor majd fogok ezzel is foglalkozni. De ahhoz viszont tapasztalati tudás kell. A tapasztalati tudás pedig nem abból jön, hogy olvasol és berakod a párnád alá, mert az egy intellektuális nyugati tudás. A kelet azt mondja, hogy ne olvas, tapasztalj. Tudod? A tapasztalat pedig a meditációban, a gyakorlatokban, a belső munkában van. Mi nyugatiak kintről gyorsan sok jó könyvet elolvasunk, és azt gondoljuk, hogy megvan a megoldás, nem lesz meg, intellektuális tudásod lesz. A kelet meg azt mondja, hogy dobd el a könyvet, a francban nem érdekes, ülj le 10 percet, csukd be a szemed, és csak ülj. És nézd meg, hogy amikor kinyitod, miben más az, amikor leültél. Tehát nagyon máshogy gondolkodnak. Mi olvasunk, ők csinálják. Én könyvet adok neked, ők gyakorolnak. Ők technikákat adnak át egymásnak, mi könyveket adunk egymásnak. Az a baj, hogy az egyik egy intellektuális tapasztalás lesz, a másik meg egy valódi tapasztalás, amikor magadon érzed, hogy valójában mit okoz az, amit csinálsz. Nagyon nagy a kettő közötti különbség szerintem. De ebben van partnered, akivel ezt gyakorold, vagy kibeszéld? Én magamnak vagyok a legjobb partner ebben. Van egy nagyon jó barátom, ott a Viki is, akivel meg tudok mindent beszélni, ő is csinál bizonyos dolgokat, ő inkább az agykontrollban hisz, megcsinálta a TM-et is, nem tudom most éppen mennyi gyakorol, de ezt nem szabad erőltetni, ezt nem szabad rányomni valakire, ezt nem szabad, hogy várj, ülj le, gyakorolj, dehogy is. Hát ez mindenki kezd el, csináld, és a környezeted erre valamilyen szinten reflektálni fog, hogy valami történik, valahogy más vagy, valamilyen másfajta rezgés van benned, aztán vagy leül, vagy nem ül le, vagy csinálja, de ezt nagyon erőltetni, presszionálni nem lehet, nem szabad. De téged kivezetett be ebbe? Én egészen gyerekkorom óta tolom ezeket. Könyvek formájában először, aztán tanfolyamok, elvonulások, buddhista szeánszok, beavatások, nagyon, nagyon sok olyan. Tehát nekem a kezdetek 12 éves korom óta olyan könyveket olvasok, ami így valahogy Nepál, Katmandu, Bután, Tibet, Leslie L. Lawrence, Lőrincel Lászlótól, mindenki egy gyilkosság, egy nepáli katmandui kolostorban, és akkor ott ez csak rájöttem. Hát az már fikció. Ez barom, de baromira érdekel. Viszont a világról nagyon sokat tud, hát azért ő egy Ázsia kutató, kelet szakértő, szóval egy nagyon nagy tudású pali egyébként. És akkor elmentem egyszer csak beavatásokra, lámákkal találkoztam, megnéztem, hogy kik jönnek ide, szóval ez valahogy mindig itt volt a környezetemben. És ezt mondom, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek problémáid, vannak. Ez nem azt jelenti, hogy nincs bajod azzal, hogy küzdesz a magánéleteddel, a gyerekeiddel, a házas életeddel. Tehát ez nem azt jelenti, én nem azt hazudom, hogy mi egy állandó boldogságban vagyunk, mert én sem vagyok abban, és nem is tudom ezt így megteremteni. Ez azt jelenti, hogy egy kicsit, amit mondtam, egész egyszerűen máshogy állsz a napi feladatokhoz, kihívásokhoz, problémákhoz. Ez csak egy pici változás. Nem azt jelenti, hogy lebegünk, meg meditálunk, és egész nap ilyen időt vigyó arra, nem tudom, üldögélünk a kocsiba. Tehát nem őrültem meg, lehet, hogy most úgy tűnik egy kicsit. Tudom, mi az érdekes, hogy egyrészt régóta ismerjük egymást, másrészt nyilván követlek. Hogy te mindig jössz utánam? Igen, a váladon ülök, mint Klári mama. Te vagy Klári néni, mögöttem vagy mindig. Hogy nagyon úgy tűnik, hogy a te életedben nem voltak mélypontok, sem szakmilag, sem magánéletileg, sem egészségileg. Ez nem így van. Nagyon sok. Lineárisan mész fel. Nagyon sok mélypontom volt. Nagyon sok mélypontom van. De, abszolút van. De ez van. Az ahhoz való viszonyod változik meg egy kicsit. Csak ezt valahogy én inkább egy kicsit így befelé élem meg, nem kifelé. De azért akik ismernek, azért látják, hogy ugyanúgy küzdök, és ugyanúgy harcolok magammal, meg a problémákkal, mindenki más. Tehát ezért az nagyon nagy átszentség lenne azt mondani, hogy fú, de jó, és mindenre. No, nem így van. Csak egy kicsit az ahhoz való viszonyrendszered változik meg. De most nagyon egyben vagy, úgy látom. Most igen? Megadjam a számomat? Megadnám. Rádírok este.
Nagyon köszönöm, hogy köszönöm szépen. Tényleg egy élmény volt. Köszönöm szépen. Ennyi volt az interjú Sebestyén Balázzsal. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és dobjatok egy lájkot. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok, viszontlátásra!